restoring order. Daily total és support. Legyen megy. Ezek nem ilyen egymással exkluzív fókuszok, ugye? Itt meg tudom nyomni mindegyiket, ha jól értem. Amúgy van elég lőfegyverem, akkor el is kezdhetünk igazából tobrozani. Hát nincs túl nagy igényem, mondjuk legyen egy 31 hadosztály, az nekem elég. I see. Jó van. Kreatívnak kell lenni, az a lényeg. 12. Pius Maribosk, Anne Covert, Frederick Murat, legyél te. És építessél nekem kémhálózatot Németországon. Mert szükségem van rá. Nem tudom kirúgni az olaszokat a frakcióból amúgy. Itt el lettek távolítva emberek ebből a modból az ilyen diplomáciai opciók, mint kirúgni a frakcióból, meg csatlakozni a frakcióhoz, meg ilyenek. Ismerem Ucskót amúgy, pár videóját megnéztem, annyira nem rajongok, hogy mondjam, az ő stílusáért, de ismerem. Ismerem. Na, ja, és tényleg nem exkluzívak egymással ezek a szarok. Na, akkor kezdjünk valami érdemi munkával is, mondjuk állítsuk helyre a gazdaságot, ha már én vagyok hatalmon, vagy mi. Mi ez a FOP? Workers Front of Patagonia. Mi a halál az a Patagonia? Na várjatok. Patagonian Workers Front. Mi az Isten ez? Szarok rá! Dél-Amerikára nem érdekel. Jobb dolgom is van. Dédelgetni őket. Hol van Fighter 1-em? Akkor is. Jó. Ki is cseréljük. Ezt az új gyárat a fegyverekre rakjuk. Igen, a törés videóit néztem, azok tényleg jók. Főleg az ilyen igazán hát európai szemben no-name háborúkról szóló videói, azok szerintem egészen jók. 17.000 infantry equipment, ajaj, hát ez nem egy hamar lesz meg. Mikor jön az az event, amikor... Ja, várni csak, hát ez egy fókusz, nem? Amúgy akkor is megtámad az Antant, amikor Gamlen van hatalmon, mert... Nem látom értelmét, hogy akkor is megtámad, ugye, megmondom őszintén. Négy kapitulát, nem érdekel. Megy, jöjjön akkor ez. Nem tudjuk, hát akkor ez egy új terep lesz. Kísérletezni fogunk Norvégia non-aggression pactot, akkor legyen. Nem fogok az útjába állni. Ja tényleg! Na de várjál, miért akarnak a norvégok csatlakozni, ennyire kétségben vannak esve? Oh, radikális szocialisták, I see. Na, nem csak nem tudom this one, nézni sem a frakció. Ha, Istenem. Hát, csatlakozzanak? Félek, hogy belerángatnak valami baromságba. Napóleon. Lemaradtam valamiről? Svéd háború, hát akkor csász, az. Tényleg, megtámadják, eszembe jutott, tényleg, kösz, hogy mondod. Ja, Isten. Nyomingerek, jó, hogy írtátok. Belerángattak volna valami baromsága. Victor, Brazil. Kommunális industrializáció. Legyen, nyomjuk.
Damoklész projekt. A technology. Revanchista propaganda. International Avantgarde. Milyen fókuszok vannak itt. Na, vezérkari főnök, ki legyen? Hol van a messzasszagút, hogy messzkomad? Ott van. Henry Tengai. Svédeknek belépnek valószínűleg a németekhez. Hát igen. Hát igen, olyan aljas ez a játék. Gyorsan keresnek valami nagy csoportos gyereket, aki már meg tud verni téged. Hát, ha tud segíteni. Micsoda? Austrian Workers Republic. Hát... hát... mondjuk, hogy érdekes. Istenem, ezt se láttam még. Szlovénia is megtámadta az osztrákokat. Illíria kimaradt. Ha jól tudom, azokkal is háborúzni fognak. Na! Hadseregek. Nézzük. Hármat kap ő. Négyet ő. A maradékot meg felváltjuk 2 5000-esre. Gyerünk oda. Nem tudom, spanyolokkal mi van. Agresszorkodnak-e majd, vagy nem? De lehet, hogy... megpróbálok a zavarosban halászni és elfoglalni majd valamelyik felkelő frakcióját. Hova küldjek önkénteseket? Kinek küldjek önkénteseket? Ki a halál ez? Ki a halál ez? Nemzeti populáció. Ja, jó, oké, akkor ez már valószínűleg valami. Hát, hogy mondjam. Nem túl éppen, mert valószínűleg. Gyengítsem az osztrákokat? Hát de pont azt akartam az osztrákokkal, hogy ja, mondjuk így van, nem akarok az osztrákokkal haverkodni. Hát akkor nekik küldök. Landlease, tessék. Igaz, hogy nekem kell puska, de megkapjátok a termelést. Na jó, nem. 20%-át. Ágyúval 5%-ot. Ausztrofasisztát, akkor jól gondoltam, hogy valami nem volt rendben a fejében. Ezek szerint. Na, 50. Jó, ennyit kapnak egyelőre, más nem küldök. Heinrich Fischer. 5. évfordulója. Genfi Strike-nak. Nem tudom, hogy ott mi történt, nem is érdekel. Jaj! Na, Kolcsakot megölték! Felháborító. Skandallum. Military build-up, ez kell nekem. És akkor ilyenkor most mi van itt? Mikhail Dit... szóval Mikhail D. MD, mostantól, hogy csak MD lesz nekem. Ő volt a fasiszta vezetők a 30-as évek közepén sógor, mert csúf véget, eddig vezetők készített a terepet a náciák oda. I see. Összetett nem akart hitre, azt hiszem ez volt a veszte. I see, értem. Hát akkor azt hiszem nem kár, értem. Jaj. Sokat tanul az ember ezek. Jó, mondjuk ilyen szempontból jó ez a Kaiser Redux, ezt be kell vallani, hogy azért ilyen az a történelem elfeledett alakjairól azért tud tanulni az ember eleget. Erre azért jó. Kivéve negyedik Károly, ő nem elfeledett ember. Keresztény országot akart építeni, nem nagyon volt az, hogy fajelmélet hívő. Hát, hogy mondjam?
Tehát attól, hogy nem zárjuk ki egymást a... Sajnos attól, hogy valaki keresztény lehet hülye. Legnagyobb bánatomra, de... Ja. Nem kell fasisztának lenni, aztán kész. Milyen egyszerű. Szocialisták. Hú, hajtom valami... Hiszti Svájcban? Proszindikalista Viktor Romándiban. Hát de én már nem vagyok szindikalista. Hát szarok rá, nem érdekel Svájc. Nem lesz krízis, semmi krízis nem, ennyi. Ennyit a krízisedről, Györgyat, ennyi. Megoldottam, nincs krízis. A krízisek a legnagyobb ellenfeleim a világon. Viktoriában sem szerettem őket. Jaj! Amúgy csak, hogy akkor még egy ilyen kontrát mondjak erről a játékról, az nem tetszik fel, amit itt a játék elején láttatok, ez a 6 millió felugró ablak, amit már a Victoria 2-ben is hány ingerem volt körülbelül. Többek között azért játszhatatlan ott az Egyesült Államok a Victoria 2-ben, mert havonta, bárcsak havonta ugrana fel egy ablak. Körülbelül 3 naponta felugrott valami nyomorult esemény. És jutottam ott a polgárháborúig. Industrial Company. Hát legyen ez. Nem viszük túlzásba. Société Métallurgie de Normandie. Tökéletes francia akcentus van. Meg kiejtés. Na ki legyen itt távolnak. Konstantin Rokossovski. Hát igaz, echte francia a csávó, nézzetek rá. Mit tudsz, ha mondjuk 4-2-4-2 3-3-3, hát legyen ő azt, amit a következő hadsereget megkapja a másik. Magyaroknak kéne megtámadni az osztrákokat, hát igen, hát a Károlynak már küldenék erősítést. Neki küldenék. Itt el lettek vágva az osztrákok. Nem tudok. Kéntest. Egy hadosztályt tudok küldeni, hát akkor küldök. Csinálok egy külön hadsereget. Bocsánat. Send volunteers. És őt elküldöm. Na majd mi itt megoldjuk a dolgokat. 37-es Spartakiádénak vége. Nagyon jó. König, Rossokovsky, Epstein, tehük francia vezérkan. Hát igen. Na, hol az a... Mikor ér oda? Május 22-én, nem sokára. Na! Megjöttem! Attasét is küldök, nem tudok attasét küldeni, mert nincsen elég... Powerem! Nincs erőm aláírni a papírt, hogy kiküldjem azt a szerencsétlen attasét? Vagy mi? Hogy kell ezt elképzelni? Elvittük meg a... Despresso-t reggel, vagy mi? Factory Towns. Belgrád Paktum. Mi a halál az? Az ilyen. Bivaj erős frakciónak tűnik a Belgrád Paktum. Management du territorie. Damoklész projekt. Working woman. Recruitable population. Az jó. Factory output. Daily political power. Ezek tök jó. Anti-colonial committee. Itt meg lehet keverni a szart itt a Afrikában, vagy mi? Jó, legyen ez. Bolgárokat fogják inasba rakni, ajjaj. A románokkal, ajjaj. Balkán háború alaprázadás. Törökök. Ja, törököknél lesz, hogy gebaszt, azt vágom.
Azon szoktam nevetni. Dutch elections. Na. De amúgy ez itt gyanítom, hogy... Other nations, anything independence. De nem, nem látom, hogy átengedni itt a német állam az osztrákokat. Csak akkor nem értem, hogy ezek... Ja, hogy azt még van egy, akkor ezek nincsenek elvágva, akkor azért kapnak még mindig itt erősítést. Értem. Értem én. Svédország csatlakozott a Reichspark-ra. Na! Ennyi! Tessék, megint! Kibújtunk egy háború elől. Kit értem? Ezt ismételje utánam valaki. Igen. Igen. Jaj. Tíz gyárom van és nem szól senki? Hát emberek, hát azért na. Azért na, álljon már meg a gyászszünet. Mindenki hallgat, mint a sír. Nem bírtam bevonulni előttük. Innsbruckot kéne elfoglalni. Mit csináltak a spanyolok? Atyú, mi az Isten ez? Comité Central de la CNTFI, ezek valami atomanarchista izék. Körülbelül. Consolidating Spain. Úristen. Húva. Spanyoloknál nyertek a katalánok, igen. Mármint mi az, hogy S-A szövetségben, vagy A szövetségben bejöhetnek? Ha nincs szövetségesük, akkor meg tudom támadni őket. Hogy ez kikhez állnának ezek, mert most szerintem az lenne a leglogikusabb nekik, ha hozzám állnának be. Vagy hát akarnának beállni, de most itt semmi olyan frakció nincsen. Ha jól tudom, abban be tudnának állni. Ha csak a Reichsparkban be nem veszik őket. Nem tudom. Jaj, tényleg van egy elfogott ügynököm. Jaj, hát ott ki kéne menekíteni. Valahogy. Kominternbe szoktak... Hát igen, de én vagyok az internacionálé. Úgyhogy ide nem fognak belépni. Itt nincs más hát komcsi frakció, csak én. Vagy hát most már én nem vagyok az. De britek, milyen kedves kis öreg ember. Niklasi Glai. Ez bizony Velszi csávó, vagy ki ez? Ez arra az ember emlékeztet engem, aki nem tudom hányan láttátok a Band of Brothers Elite alakulat, azt hiszem az magyarul a címe. Abban volt kb. Az első részében egy ilyen, vagy másodikban egy ilyen bicikliző angol öreg ember körülbelül az nézett ki ugyanígy. De jó, hogy ilyen abszolút mellékszerep szereplőkre emlékszem. Ezek nagyon meg nem támadásit akarnak kötni velem. Kéne deríteni, hogy mennyire erősek. Aztán jól lerohanni őket. Vagy valami. Extracting concession. Szerintem érdekelnek a svájciak. Nem kell concessió, hagyjatok végén. Mindent megteszek emberek azért, hogy valami... Hogy megakadályozzak minden nemű konfliktust, ami háborúhoz eszkalálódhat. Megakadályozom, kézzel, lábbal taposok mindent, ami nem német. Vagy hát ez hülyen jött ki. Azt taposom el, azt a konfliktust,
ami nem a németekkel való háborúhoz vezet. Na! Körmönfontan, karikáson fogalmaztam meg, de csak sikerült. Alas Republik, nem tudom hol van, nem is érdekel. Vive la commune. Idén elmaradt a május elsője. Mozambiki bozót háború, csodálatos. Jaj! Jaj, azt hittem, hogy ez ilyen. Legyen ez. Ez valami event hullám lesz. Aj, jaj, 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 úristen, oroszok megtámadták türk. Menisztánt, milyen halál zajlik itt. Miért háborúzik a Belgrád pakt az osztrákokkal? Ha szabad kérdeznem, én miről maradtam le? Hol van a... Ja, ott van. Na, ők kurva sok hasznát veszik az önkénteseimnek a... az osztrákok. Ott dekkolok a hegyekbe. Nem csinálok semmit. Néha oda megyek, kontárkodok egy kicsit. Visszább húzódok. Front Populare. Totalizmus minusz 100%. Wow. Ez tetszik, tetszik. Osztrák-osztrák háború, nagyon jó. Bush war. Hát pedig ebben van az osztrák-osztrák háborúban. Ez a dolog itt. Akkor én gyakorlatilag most a Balkán paktnak is segítek, ha jól sejtem. Hotchkiss 1926. Egy pillanat, emberek, egy kis szünet. Nézzetek oda! Megölték az ügynökömet. Van ilyen? Sosem hallottam meg olyat, hogy kémeket megölnek. Na mindegy! Erdélyt követelte Románia. Van ilyen fókuszuk? Eléggé szép nagy ez a román fókusz van, mindegy. Hello! Az mi zajlik? Mi zajlik ott? Nincs ember a fronton, emberek! Nincsen ember! El tudom hinni, hogy a magyarokkal elég jó amúgy a fókusz, de én direkt azért nem akartam velük menni, mert ahogy néztem Kaiser Redux-ból, úgyis szarási van a YouTube magyar videókkal, úgyhogy nem akartam ugyanezt a tábort gyarapítani. Inkább megnézzük, hogy másokkal milyen. Végre nem csak Magyarországgal áll az univerzum. Vannak még páran itt rajtunk kívül mások is. Na, még mindig Gamlen maradt itt az főember. Strengthen the communal military. Jacobin menace. Legyen az. Orosz fókusz van engem, hát... Hogy fogalmazzak finoman, rohadtul nem érdekel.
Nem érdekelnek az oroszok emberek, sajnálom. Na, kezdődik ez a... Úristen, mi van itt? Én ezt csak amerikai deathmatchnek hívom, ami itt történik. Douglas MacArthur tábornok, hát sok sikert. Én neked szurkolok. Te is kapsz tőlem landlist. 10%-ot, sőt te még terautót is kapsz, annyira jó fej vagyok. Tessék. Na. Megint kevés gumi. Egy pár gyáratosan rácsoportosítok ide, és akkor veszek is. Na. Veszek is. Kettő adag tungstent Portugáliától. Új ügynök. Úristen, ez a... Ez a vámpír fejű, ez jó lesz. De megijednek az emberek. Pacific States nyeri? Velük mi a baj? Ez ilyen mindenféle van, atyég meg. Wow, mekkora ez! De gyanítom, hogy ez egy ilyen összevont amerikai fókuszfa, mert gyanítom, hogy nem csak a Pacificnek van egy ekkorája, vagy igen? Ez rohadt nagy. Arnold Ristor. De pedig ez egy izének tűnik, ez egy ilyen Pacific-es fókuszfa. Azt rohadt mekkora. Nyugati Command Központ. Disney? Mi van? Mi van? Van Disney? Hol? Nincs is Disney. Át vagyok verve, vagy igen? Igen, van ő. Nincs is Disney. Hazudtak, mint a vízfolyás. Mindenek más fókusza van, azt rohadt életbe. American Union State. De tényleg mondjuk ezt könnyen ellenőrizhettem volna, és ennek is más van, de mekkora Tax Commissioners. Azt jó, úristen. Pff. Hát jó emberek. Ezért van benne, van ebben a modban a munka, ezt meg kell hagyni. Russian Empire. Russian State. Első Kirill. Nagyon jó. Boris Savinkov. Hát nem tudom, szerintem két orosz állam nem sokáig tudna megférni egymás mellett. Jaj. Ugye én lehet, hogy hamarosan el leszek barikádozva, vagy nem tudom. Annak én meg nem örülök. Jó van, szindikalisták megtámadták még egyszer Amerikát. Al Capone, jó, szivattok engem, tuti nincs Al Capone. Azt gondolom, hogy Chicagóban kéne keresni. Steve Nelson. Hans Emil. Jaj. Istenem már! De deka Al Capone nincs itt. Pedig az Chicagóban tevékenykedett. Lehet tábornok? Hát itt vannak bajok, Ku Klux Klánok, Minutemen, Fekete Légió, úristen, hát mi a szar ez itt? Ő
Resistance. Ja, értem én, hogy itt mi a baj. Tehát itt gondolom mindegyik... Aha, jó, akkor mindegyik frakció megörökli a egymásnak a támogatóit. Jó van. Igen, ez a konfederáció, gondolom. De sem tagadhatná William H. Murray, hogy ő a konfederációs. Ó, Isten. Hát, ezt gyártsunk, opa. Mindegy. Jakobinus Menésznek vége van. No mercy. Helyes. Na. Megszabadultunk tőlük. Vagy nem. De megszabadultunk elméletileg. Jó, akkor jöjjön a másik. Kombanőri, de komolyan, ezekhez a francia, az amerikai fákhoz képest a francia az ilyen kis nyomi szar. Aha, mindegy. Panama csatlakozott az Antanthoz, hát csüdi jó. Somba. Al Capone-t, hát jó, oké, elhiszem, mert akkor Disney-t is elhiszem, mert hát azért láttunk itt már érdekes dolgokat ebben a modban, úgyhogy legyen igazatok. Érdekes, az biztos. Al Capone. Az izében utáltam a Boardwalk Empire-ben. Eléggé unszimpatikus alak volt. Na mindegy. Mennyi ágyunk van? Kevés. Nagyon kevés ágyunk van. Miért? Hogyan? De ki akarlak rúgni, te szemét? Ah. Miért? Nem kellenek. Ah, Istenem. Jaj, jaj. Abdallah ibn Talal al-Rashid. Faisal ad-Dubais. Csodálatos, azt tudom, melyiknek szurkoljak. Tényleg itt van valami háború, ugye? Mindig elfelejtem. Ennek kb. Soha nem lesz vége, főleg, hogy fogyunk. És Szlovéniát már legyőzték. Hát ez baj. Fogyunk innen, az a baj. Nem tudok még küldeni? Nem. Francba. Ajaj, én de Katlanba fogok kerülni, az a baj. El kéne innen majd menni. Valahová a tengerpartra. Ez itt nem lesz jó. Pucs! Zsigmond pucsot hajtott végre! Zsigmond! Jó van. Gratulálok, öcsém, te is korán kezdted itt a szarkavrást. Legyél büszke magadra. Ugye mostantól minden elkészülő gyár az majd ágyukra megy. És közben csinálok egyet, hogy itt kicserélem ezeket. Motorized Recon Company. És nincs több, de van. Jó. Support Artillery. Ajaj, nincs elég. Na, legyőztek! Semmi nem sikerül. Jézus, ne! Ne! Hoppa, 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 mi? Oh, na! Ez azt mondja, hogy Send Volunteers, kettőt tudok küldeni. Hmm.
Na, Illíria. És azonnal rátenyerelni a Lendlis gombra. Jó, megkapjátok a maradék 50 hajót. Nem tudom, hogy miért nem gyártok hajókat. Igazán csinálhatnám. Jó. Elfogadták az önkénteseket. Alsa Orda kapitulált. Mindig nem tudom, hogy hol volt az Alsa Orda. De Illíria, hogyha nem lép be a Balkán Paktba? Ja, mondjuk hülye vagyok, itt nem lehet csak úgy frakciókba belépni. Ó, Szlovénia megint! Egy verés nem volt elég, úgy tűnik. Jelentkeztek egy második körre. Jól esett. December 20-a. Akkor fogjuk megkapni. Hogy fogják megkapni. Alas Orda azok kozákok. Elhiszem. Nem érdekelnek a kozákok. Na, hol vannak? Ott vannak. Én ide fogok jönni, és amint behívják Magyarországot, behívták már Magyarországot, jó? Bevonulok Pécsre, könyörtelenül bevonulok Pécsre, és felszabadítom. Kozak, kozak! Gízeke, gőzeke. Egy kutya. Na jó, nem. Többi osztrák bár, mert ki nincs még benne. Mondjuk Illíria az csak Ausztriával háborúzik. Na miért nem hívja be a többit? Készen állok lerohanni Pécset pedig. Mindent megteszek azért, hogy lerohanhassam. FCM36. Tökéletes. Na nézzük, mit tudunk a németekről. ...36 military factory, 124 civil, úristen. 59 kötője, 151 hadosztály, azt a büdös mindenségét. Nem szarra gurigáznak azért ők sem. Nos, hát fejezzük be ezt az ágat itt, mert már... kell. Hívjátok már be a magyarokat, osztrákok. El fogtok bukni, ostoba hülye osztrákok, én nem hívjátok be a magyarokat. Jó, mondjuk azért a tagér nem kár. Úgyhogy annyira... nem sajnálom még, azért mégsem. Na. Azt fogom csinálni, hogy szépen elmegyek itt Grácz mellett. Hát akkor nem. Akkor nem. Akkor Storno emberek. Jaj. Na, MacArthur tábornoknak küldtünk már 59 teherautót. Na hát ez már pont a seggét kitörölheti vele, valószínűleg annyira hasznos. Na de legalább a nyugati command, vagy hát parancsoki központ az bukóban van Omar Bradley tábornokkal, szegény.